Mai YouTube videóm témáját maga a YouTube szolgáltatta, amikor felajánlott egy videót megtekintésre. Ez egy 0-tól 30 voltig szabályozható, 10 amperes tápegység volt. Adatai alapján már több mint 100 000 megtekintés, 2400 like, 10 like nélkül. Érdeklődéssel vártam, hát ha 20 év műszerjavításban eltöltött idő után valami újat tanulhatok. Lássuk, mire jutottam. Az áramkör mindössze 9 alkatrészt tartalmaz, ami felvetett némi problémát. Az első mindjárt a 0 voltig leszabályozás kérdése. Ehhez negatív segédfeszültség szükséges, ami itt hiányzott. A videóban már 1 voltot látunk, ami majdnem eléri az adatlapon megadott 1,25 voltot. A másik hiba a bemenő feszültség 30 voltos értéke, amiből előállítjuk a kimenő 30 voltos értéket. Mi ezzel a probléma? Az LM317-en eső minimális feszültség 3 voltban van megadva az adatlapon. Ehhez jön még az áteresztő tranzisztor vezérlése, így a bemenet és a kimenet között kb. 5 voltnak kell lenni. Tehát 30 voltos kimenethez 35 voltos bemenet tartozik. Az alsó táblázatból a béta 100-as értéke lényege számunkra, aminek később még jelentősége lesz. Nézzük az áteresztő tranzisztor többi adatát. A 60 volt rendben van, a 10 amper már kevésbé, mivel határértéken működtetjük a tranzisztort. De a legfőbb probléma a 75 wattos értékkel van. Nézzük meg ezt a táblázat segítségével. A tranzisztoron hővé alakuló teljesítmény egyszerűen kiszámolhatjuk, ha a bemenő feszültségből kivonjuk a kimenő feszültséget, és megszorozzuk a kimenő árammal. Az első sor a legrosszabb esetet mutatja, ahol 340 watt melegíti a tranzisztort. Az alkalmazott hűtőborda erre nem alkalmas. A második sorban 12 volt a kimenő feszültségünk, ekkor már csak 230 watt az érték. A harmadik sor azt mutatja, mekkora áramot tudunk kivenni, ha a maximális disszipáción belül maradunk. Ez 3 amper. A negyedik sor a megoldást mutatja. Ha mégis 10 ampert szeretnénk kivenni, akkor a bemenő feszültséget le kell csökkenteni 19 voltra. Ez az egyik ok, amiért az áramkör nem teljesíti egyszerre a 30 voltot és a 10 ampert. A másik okot a következő ábrán szemléltetem. A probléma a meghajtó árammal van. 40 ohmos ellenállással még a maximális 100-as béta esetén is csak 2 amper körüli van a kimenő áramunk a 10 helyett. A gyári ajánlásban nagyságrendileg kisebb ellenállás van. A jobb oldali ábrán az áramkorlátozott verzió látható, az eredeti kapcsolás viszont nem olyan. Ha a tranzisztorokat határértéken használjuk, ez sem ártana. A gyári ajánlás is több tranzisztort ajánl nagyobb kimeneti áramokra, amint az ábrán is látható. Végül a mechanikai konstrukcióról is néhány szóban. Az áteresztő tranzisztort nem a hűtőborda sarkában szokták elhelyezni, mert így nem jó a hűtés hatásfoka. Ezek után nézzük meg, hogy a gyári készülékekben hogyan oldották meg ezeket a problémákat. Ezen a rajzon jól látható, hogy a feszültségbeállító potenciométer helyett fokozatkapcsolókkal történik a beállítás. Az egy tengelyre szerelt kapcsolók a transformátor szekunder tekercsének kivezetéseit is változtatják, ezáltal az áteresztő tranzisztorokon eső feszültség közel azonos marad. A jobb teljesítmény eloszlás miatt
8 tranzisztor van párhuzamosan kapcsolva. A következőkben egy gyári 40 volt 10 amperes tápegységet mutatok be. A robosztus kivitelű tápegység tömege 25 kg. Ennek nagy részét a 700 wattos transformátor teszi ki. Működési elve az előző rajzon látott elv továbbfejlesztése. A melegedés csökkentése érdekében az áteresztő tranzisztoron eső feszültséget 5 voltra állítja be egy tirisztoros egyenirányító rendszer. Így a melegedés mértékét csak a kimeneti áram határozza meg, a kimeneti feszültségtől függetlenül. Itt látható az áteresztő tranzisztorok hűtőbordája, amely maximum 50 wattot disszipál. Itt pedig a tirisztorok és az egyenirányító hűtőbordája látható. A panelek könnyen hozzáférhetők, ezáltal jól javíthatók. Ez az áteresztő tranzisztorokat vezérlő panel, ami a három áteresztő tranzisztort vezérli, amelyek darabonként 100 wattosak, így kellő tartalékkal rendelkeznek. A hűtőborda el van szigetelve a háztól, így a tranzisztorok alá nem kellett szigetelőlemez. Így még jobb a hűtés hatásfoka. A hűtés érdekében a fenéklemez is perforált, és természetesen a fedőlap is. Akkor nézzünk rá a kapcsolási rajzára. Középen jól látható a három párhuzamosan kapcsolt 100 wattos tranzisztor, az ábra felső részén pedig a tranzisztorokat meghajtó áramkör látható. A következő ábrán a tirisztoros egyenirányító rész látható, amely gondoskodik a melegedés alacsony szinten tartásáról. Amint látható, ez a tápegység nem 9 alkatrészből áll, viszont teljesíti is a 40 volt 10 amperes specifikációt. A melegedés az áteresztő tranzisztoros tápegységek működési elvéből adódik, ennek csökkentése csak a működési elv radikális megváltoztatásával lehetséges. E változások eredményeképpen jött létre a kapcsolóüzemi tápegység. Itt az áteresztő tranzisztort kapcsoló tranzisztor váltja fel, melynek két állapota van. Kikapcsolt állapotban nagy feszültség és kis áram jellemzi, bekapcsolt állapotban pedig nagy áram és kis feszültség. A veszteségi teljesítmény ekkor nagyságrendileg kisebb, így a melegedés nagy mértékben csökken. A hatásfok javulásáért az áramkör bonyolultságával fizetünk. Az ábrán egy magyar rádióamatőr által készített áramkör látható. Felfedezhető benne az eredeti kapcsolásunk stabilizátor IC-je és az áteresztő tranzisztor, amely most kapcsoló tranzisztorként működik. A cikk hivatkozik egy védő áramkörre, aminek egyik megvalósított verzióját látjuk a következő ábrán. Miért is van erre szükségünk? Az áteresztő tranzisztor esetleges meghibásodásakor általában kollektor-emitter zárlat lép fel, amikor a kimenetre kerül a teljes bemenő feszültség. Ha tápegységünkkel egy értékesebb készüléket táplálunk, nagy kár tud okozni az esetleges meghibásodás. Az áramkör a kimeneti feszültséget figyeli, és ha az egy beállított szintet meghalad, bekapcsol egy tirisztort, ami a stabilizátor bemenetét rövidre zárja, és a biztosítékot kiégeti. Ezáltal megszünteti a kimenő feszültséget. A tápegységet nem védi meg, de a kimenetére kapcsolt eszközt igen. Most
A videó végén megállapíthatjuk, hogy az eredeti áramkör PCB reklámnak kiváló, de esetleges megépítése után nem fogja teljesíteni az igény specifikációkat. A youtuber felelőssége, hogy akarva vagy akaratlanul ne vezesse félre a nézőket, ezért én a videó végén nyomok egy dislike-ot.